Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A közelmúltban szervezték, rendezték meg Nyíregyházán a Bródy országos fizika versenyt. Ezzel kapcsolatosan hívtam meg vendégeimet, Hideg Józsefet, Reha Nikolettet, akik kitűnő eredménnyel végeztek ezen az országos versenyen, valamint itt van az Arany János Gimnázium igazgató helyettese, a verseny egyik szívelelke szervezője, Kis Lászlóné Ágnes. Szép napot, szervusztok! Szép napot! Üdvözlünk mi is! Nagyon érdekes dolgokat hoztatok, készítettetek már a versenyre is. Józsi, mutasd meg kérlek, hogy mi is ez, és mielőtt megmutatod működés közepette, meséld el, hogy mi ez a szerkentyű, amit csináltál. Ez egy Stirling motor. Stirling motor. 200 éves, úgymond neki az elve. Azt használja ki, hogy a gáz úgymond felmelegszik, kitágul, és hogyha lehűl, akkor meg zsugorodik. Hát... igazság szerint borzasztóan hatékony ez a motor, 90%-os hatékonyságú, szóval gyönyörű, amit tud. Milyen szép, amúgy tényleg, bár én nem látom azt, amit te benne, én nem vagyok ennyire fizika őrült, viszont ez nagyon jó, hogy igen, a fiatalokat ezzel is meg lehet fogni. Na nézzük, hogy működik-e, mert gondolom a versenyen is fontos volt. Mi az, amit csinálsz? Most deraturált szeszt öntök ki, úgymond egy kis edénykébe. Hát igen, kis üvegedénybe. És feltöltöm a hűtő tartályát vízzel. Aha, robbani fog? Dehogy. Gugy. Jaj, de izgulok, Józsi. Az már ég, alárakod a szeszt, elkezd melegedni. És most várni kell. Visszaszámlálás. Elindult. Mintha, ott fent már működne egy kicsit. Még melegedni kell neki akkor. Még egy kicsit melegedjen. Ezt teljesen magadtól építetted? Igen, ezt milyen alapanyagokat használtál? Használtam úgymond sörös flakont, konzerves dobozt, akkor van egy elektromotor, az, hogy a versenyen úgymond tudjuk mérni majd az áramot, és van benne egy ilyen szivacs dörzsi belső levegőkeringettető dugattyúnak, úgymond. És íme a házilag eszkápált Stirling motor, Hideg József módra. Gratulálok, tényleg. És egy pár dologból, egy pár csavarból, sörös dobozból, mi mindent ki lehet hozni. Na de nem csak sörös doboz van itt, hanem kólás flakon is van a stúdióban, mert Niki meg egy másik különlegességet alkotott a fizika versenyre. Ha jól látom, akkor az autók szerelmese lehetsz, mert hogy egy ilyen távirányítós kis autót alkottál. Felismertem? Jól tippeltem? Igen, ez egy elektromos kis autó. Mi az, amiből alkottad az egészet, és hogyan működik egy rövid kis ismertetőt fizika óra keretében akkor? Hát ezt is szinte a semmiből meg lehet házilag csinálni. Összesen kell hozzá kólásüveg, kell hozzá még egy kólásüveg, illetve kupakok, amint itt láthatjuk, és kartonból megcsinálhatjuk az úgymond én Ferrari-m kaszniát is. Na nézzük, hogy hogyan működik. Azt úgy oldottuk meg, hogy két vezetéket kivezettünk felül, amit ragasztóval rögzítettünk a kupakhoz. Majd alul szintén kivezettünk három vezetéket, és amint ez a felső kupakot elforgatom, és a kettő hozzáért érkezik. Azaz az első motorhoz. Amit leveszem a kasztit, láthatjuk, hogy melyik motorhoz érintkezik hozzá a vezeték. Aha! És így tud elfordulni. Így jobbra, illetve balra tud kanyarodni a kis autó. Ezt úgy oldottuk meg, hogy egy DVD lejátszóból kivettük a motort, és ehhez ragasztottunk egy vékony drótot. És amint a motort megindítjuk, azt a ragasztóval rögzített drótot elmozgatja. És ezt a kerekekhez rögzített vastagabb drótot szintén elmozgatja, és így kanyarodik el jobbra-balra, amint itt láthatjuk. A kanyarodás megvan, de vajon tud-e menni? Persze, előre-hátra. Lásd csodát! Ezt is ugyanúgy oldottuk meg, ugyanazzal az elektromos technikával, mint az előbb. És csak akkor ez itt előre, illetve hátra. Igen.
ez bárki, kisgyerekeknek is ajánlom. Na, egy kicsit játszunk még ezzel, igen, a dologgal akkor, hogy menjen tényleg ne 2 centit, hanem legyen 22, hogyha úgy van, mert például engedi talán a... Most menjünk előre. Oho! Már szágúd is a kis Ferrari. Nagyon szuper. Tanárnő, hát ez szívet melengető, hogy itt a fiatalok ilyen dolgokat csinálnak. Hanyadik alkalommal szervezték meg ezt a Brody fizika versenyt? Hát így már 9. alkalommal, és nem véletlen, hogy ilyen anyagokból készítették a gyerekek, mert az idén az újrahasznosítás volt a legfontosabb témánk, tehát ebből kifejezetten ilyen anyagokból kellett nekik készíteni az eszközöket. Úgyhogy nagyon örültünk, nagyon sok jelentkező volt, közel 100-an. Azt a mindenit, hát gratulálok! 1 percünk még maradt tanárnőnek a kísérletére is, hiszen a műsor elején én felkonferáltam, hogy papírpénzzel is fogunk ám kísérletezni. Van itt nagyon sok minden, gyorsan mutassa be, tanárnő, hogy mi ez. Igen, hát nagyon egyszerű az eszközpark, egy teás filter kell összesen hozzá, abból kiöntöttük a teját, és most meggyújtjuk. És itt reméljük, van a filter, igen, maga, tehát egy kicsit szétszedett állapotában. Hát egy kicsikét hajlítottunk rajta, és most hát nagyon reménykedünk benne, hogy nem vész oda az 1000 forintosom, mert hogy ezt meggyújtjuk, akkor... Izgulok. De nincsen semmi rajta? Tehát nincsen leöntve, belemártva semmibe ez a kis teás filter. Hú, amúgy a kollégák már bekészítettek egy poroltót, hogyha baj van. És akkor így nagyon... Igen. Gyönyörű, hát ennek is az elve fizikai, ugye a cső belsejében felmelegszik a levegő, és ez a levegő, felmelegedett levegő fölfelé emelkedik, és amikor már csak olyan nagyon pici maradt az anyagból, akkor magával rántja azt is az emelkedés közben, és engem... így megmaradt az 1000 forintunk. Hála a jó égnek, mert már kezdtem izgulni, hogy mi lesz itt. Tanárnő engem elkápráztatott, szerintem a nézőket is, és nagyon remélem, hogy egyre több fiatal fog majd fizika versenyeken részt venni, de ha már kísérletezünk, akkor nem feltétlen csak ilyen eszközökkel lehet, hanem például cukorral, vagy éppen karamellel. A másik díszletben vár engem Földesi Csenge, aki elég komoly mozdulatokat csinál, ráadásul gumikesztyűben. Szia, Csenge! Szia! Jól mondtam, ugye, hogy karamellel dolgozol, igen, kísérletezel. Mennyire olvat már meg, mert percek óta itt a beszélgetésünk alatt ugye ez a lámpa már melegedett. Igen, ez már tökéletesen megolvadt, hogy dolgozhassak vele. Milyen állagot kell elérni az artisztika kategóriában alkotóknak, hogy tényleg a karamell az jó legyen? Tehát ettől még nyúlósabbra kell? Nem, ez tökéletesen jó ez a, most ez az anyag. Ezzel már tudok szépen dolgozni. Már el is készítettem egy szirmot, és akkor majd ilyen virág fog belőle készülni. Ez na, hát egyszerű. Én ezt megfoghatom, ez persze, a megszáradt? Nyugodtan. Mert akkor, igen, a kamerának, igen, megpróbálom megmutatni, hogy karamellből, azaz olvasztott cukorból ilyen csodákat is lehet alkotni, és az elmúlt hetekben, hónapokban több versenyen is részt vett Csenge, kitűnő eredményeket ért el artisztika kategóriában, ahogy említettem, ez a karamellel mesterkedés, ugye? Igen, igen, igen. Ú, és hát ne is az én kezemet nézzék a nézők, hanem a te ujjaidat, hiszen egy-egy mozdulattal csodaszirmokat te csinálsz. Ebből az anyagból kezdtem el készíteni, uh-huh, ez egy áttetsző, és utána fényesítettem, utána lett ilyen szép hófehér az anyag. És minél szebben kihúzom, annál szebb fénye lesz az anyagnak, és akkor úgy tudok húzni ilyen szép kis virágokat. Mi ez itt mellettünk? Azt miket pedig hoztál? Egy grillázs. Az volt most a legutóbbi versenyem, azt aranyérmes fokozattal díjazta a zsűri. Az egy eljegyzési alkalomra készült díszmunka. Mandula grillásból készült, uh-huh, és törekedtem arra, hogy minél világosabb legyen a grillázsom. Leveszem itt az előtte lévő papírt, hogy látszódjon ezen a grillás csodán is, hogy itt is azért a karamell virágok ott vannak, nagyon, igen, szépeket alkottál. Mikor ismerkedtél meg ezzel a technikával? Mármint maga a karamellel? Uh-huh. Elsős voltam a Sipkaiban, a cukrászdában, iskolában, és ott készültem az első, uh-huh, versenyemre, Tatára,
ott készítettem szintén karamell munkát egy alkalmi dísztortámra. És na hát nekem készült. Nincs kesztyűm, ezért nem tudom úgy megfogdosni, de azért mutassál már még pár mozdulatot, hogy milyen az állaga tényleg, illetve ez akkor még áttetsző. Az még áttetsző. És ahogy folyamatosan húzod, tehát a mozdulatoknak köszönhetően válik fényessé. Igen, így lesz fénye, és már nem ilyen áttetsző lesz, hanem szebb színe lesz. Ez egy burgondi piros, ezzel az étel festékkel színeztem. De ez ugyanúgy áttetsző volt, mint ez az anyag. Ebből csinálsz nekem egy kis szirmot. Csak hogy akkor persze. A nézők is meglássák még egyszer, hogy hogyan készült ez a kis, az előbb ugye fehér szirom. És igen. Hát miközben készül és a kollégák a kezedet figyelik, én mondom a nézőknek, hogy nem feltétlen csak virágokat, virágszirmokat lehet ám karamellből csinálni, hanem bármit. Igen. Folyamatosan látnak a nézők különböző fotókat a munkáidról, amikor például ilyen mesefigurákat alkottál, vagy például itt van az én kezemben is egy ilyen kis szalag, gyönyörű, és nem mondaná meg az ember messziről, hogy ez most tényleg cukor, karamell. Hát nem bizony. Amit látnak a nézők is, a nyuszit, az is szintén karamellből van, a teste az egy fúvott karamell, a feje pedig formázott. Az több óra hosszán át készült a feje, uh-huh. A testét még egyszerűbb is volt elkészíteni, mert azt csak kifújtam, de viszont a fejét azt formáznom kellett, mindig folyamatosan visszamelegíteni. Uh-huh. Ezt otthon amúgy meg tudnám csinálni? Ebből az anyagból készül, ez egy izomalt nevezetű cukor, mesterséges, répacukorból készül és diabetikus. Hát ez jó hír akkor a diabetikus ismerősöknek is, nagyon sokan azért szeretik ezeket a dolgokat. Nyíregyházán amúgy volt már egy elődöd. Igen, ő a Domonkos Dávid. Karamellmágusnak is hívják. Igen. Neked van már valami beceneved? Nekem még már... nincsen. Még akkor nincsen, valamit rá kell akasztani. Én azt kívánom neked, hogy legyél minimum olyan sikeres, mint Dávid volt. És tényleg, hát hogyha ennyi eredmény díjat elhoztál már, ugye grillás versenytől kezdve artisztika kategóriában is jeleskedtél, legyen valami szakmában elismert csodaszép neved. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, ezt még muszáj megnéznem. Mit csinálsz? Ebből pedig lesz a fúvott karamell, aha. Ami már itt is látható, és akkor ezt csak felpumpálom. Minél lassabban csinálom, annál szebb lesz. Csak hát ügyelni kell rá, hogy egyenletes legyen. Senki meg nem mer szólalni itt a stúdióban, mert annyira koncentrál mindenki, még az előző vendégek is. Köszönöm szépen, Csenge, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Különböző kísérleteket amúgy a Nyíregyházi Színház színpadán is láthattak ebben az évadban. Gondoljanak például az Idős utazás című darabra, amelynek elején az egyik főhősünk, akit Puskás Tivadar alakít, majdnem felrobbantotta a színpadot, miközben az időgépet készítette. Az idei évadot a szakma lassan-lassan elbúcsúztatta. Most mi következünk. Anyus, én zongoraórán voltam. Ne is mondjam, ugye, hogy a Blejer néni kéri, hogyha lehetne a pénz. Ne is van, fia! Mi kell a boldogsághoz? Pénz? Kérdezi az egyik eladó sorban lévő lány a színpadon. A teljesen elszegényedett magyar család egyetlen reménye a Kanadában élő nagybácsi vagyona, ami kihúzhatja őket az adósságból. Persze, hogy a nagybácsi hazatér, és kiderül, semmije sincs. A Dollárpapa című előadást nagy sikerrel játszották a Móricz Zsigmond Színházban, a darabot meghívták a Thália Színházba is. Az évadban összesen 437 előadása volt a nyíregyházi színészeknek, ez országos viszonylatban is kiemelkedő. A teátrum számos további eredménnyel büszkélkedhet. Összességében nagyon sikeres évadot zártunk. Semmi más nem kell mondjak, posztra meghívott előadásunk a Túlzajos Magány, ami bekerült a legjobb színházi előadások közé. Ez szerintem mindent elmond az évadunkról, de óriási sikerrel játszottuk a Dollárpapát, az Ördögöt, a Bálaszavolyban átkerül a következő évadra, a Tudós Nőket is átvisszük a következő évadra, Idős utazás a Kamarából szintén óriási közönség szeretetre tart igényt, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy sikeres évet zárt a színház. Bérleteseknél tudok egy
olyan számot mondani, ami nagyon jelentős az elmúlt évekhez képest. A felnőtt bérleteseink száma 234 fővel emelkedett meg, illetve a éves bruttó bevétel majdnem 10 millió forinttal nőtt, ami nagyon jelentős szám. A társulat évadzáró ülésén elismerésekkel díjazták a legjobban teljesítő színészeket. A nézők körében Horváth Sebestyén Sándor volt a legnépszerűbb. Horváth László Attila a Nyíregyházi Önkormányzat Nívó díját vette át, majd megkapta színésztársai szavazata alapján a Móricz díjat is. Ez utóbbi elismerésben nem először részesült a kollégái körében is nagy népszerűségnek örvendő színművész. Amikor az első gyűrűt megkaptam, hát az egy fordulópont volt, az nagyobb fordulópont, mint a Jászai díj. Valóban. De nagyon örülök a városi Nívó díjnak is. Most már inkább olyan, hogy nagyon örülök, és hogy inkább megnyugtat. Megnyugtat, hogy nem csatangoltam el valamilyen olyan utakra, amik félre visznek a morálisan egyáltalán. A színház örökös tagja lett Tasnádi Csaba, aki 16 éven keresztül vezette a teátrumot, jelenleg rendezőként dolgozik a színházban. 16 év az fantasztikus volt, azt hiszem, hogy életem legtermékenyebb időszaka volt, az érett felnőtt kor nagyon izgalmas periódusa, minden nagyképűség nélkül és kollégáimnak és teljes környezetemnek köszönve egyúttal, beleértve a családomat is felsorolásként, hát ugye a színház rekonstrukció, amivel indítottunk friss igazgatóként, már kellett szerveznem a műfázba való kiköltözést, az egész rekonstrukciót, tervek átnézése, közreműködés az építésszel, a belső építésszel, a műfházat üzemeltetni, utána a visszaköltözés, Herce hurcája, utána előrukkoltunk a Vidor Fesztivállal, kitaláltuk a táncfarsangot, felújítottuk a színészházat, tehát ez mind ebben a periódusban volt, az országos sikerek, úgyhogy én, ha úgy tetszik, én boldogan halok meg, akár ma éjjel infarktusban, de remélem, hogy azért még adatik egy pár jó év, mert nagyon szeretek rendezni, nagyon szerettem a kollégáimat, boldogan jövök vissza segíteni, bütykölni a Vidor Fesztivált, és hát még szeretnék magamnak sok jó ilyen feladatot, mint amit a jövő évben is fogok itt kapni. Úgyhogy minden rendben van tulajdonképpen. Persze, hát a váltást megélni az egy kicsit nehéz volt, ugye. Beáll egy bizonyos automatizmus, az ember szokások rabjává is válhat. Nagyon jókor jött, mert még vagyok annyira erőm teljében, ha úgy tetszik, hogy kipróbálhatok mást is. És az elmúlt évadom nagyon jól is sikerült ilyen szempontból. Nagyon sok helyen voltam vendégrendezni, az utolsót Marosvásárhelyen abszolváltam, most is megyek több helyre. Egy kicsit megváltozott persze az életem, de ez nagyon jó, mert még abban a pillanatban történt, amikor még nem kellett a tükörbe belenézve azt mondanom, hogy belekényelmesedtem, belelustultam, mechanikusan csinálom, lélektelenül, szívtelenül csinálom. Úgyhogy nincsen semmiféle rossz érzés bennem. Szép az élet. Az évadzárón Nyíregyháza polgármestere elmondta, a júniusi közgyűlésen kiírják a színház igazgatói posztjára a pályázatot. Előre láthatóan októberben már új vezetője lesz a teátrumnak. A munka azonban mindeközben is folyamatos, már azt is tudják, milyen darabokat játszanak majd a következő évadban. A tervek szerint láthatja majd a közönség a Függöny fel című vígjátékot, amely a Vidor Fesztiválon néhány évvel ezelőtt hatalmas sikert aratott. Műsorra tűzik továbbá a Popfesztivált Tasnádi Csaba rendezésében és a Hello Dollyt Horváth Margit főszereplésével.
Nyüzsgő kulturális élet lesz most is Nyírbátorban. Az idei nyár programjairól beszélgetek Vona Évával. Szervusz! Szervusztok! Köszöntelek én is benneteket és a TV nézőit. A Szárnyas Sárkány Fesztivállal kezdjük, július 8-án, 9-én és 10-én, és az igazság az, hogy éppen mikor erre felé jöttem, akkor belegondoltam, hogy milyen nagyon jól találták ezt ki Annó Dózsa Gyuriék, hogy a papok rétjére tették ezt a fesztivált, és hogy a Szárnyas Sárkány utcaszínházi fesztivál elnevezést adták, ami tulajdonképpen egy város ünnep. Mert hogy a sárkány szorosan összefonódik Nyírbátorral, a város címerével, a bátoriak címerével, a Vid nevű vitéz, aki az ecsedi lábból előbukkanó és mindenféle dolgokat elkövető sárkányt megölte, illetve az Oposz nevezetű vitéz, aki legyőzte a cseh vitézt, és bátor nevet kapott, tehát a sárkány és a bátor egyszer csak egy legendában elkezdett ötvöződni. A legendát minden évben a Szárnyas Sárkány hete alkalmából megelevenedik. Arra kell gondolni, hogy mindig valamilyen érdekes csapat alkot egy sárkányt. Idén hogy fog ez kinézni? Igen, a sárkány készítésére már felkértünk olyan dizájnereket, akik egyrészt a közelünkben laknak, Máriapócson, Nyírbátorban, vagy osztálytársaikat, akik végeztek a képző és iparművészeti főiskolán, egyetemen, vagy a kaposvári jelmeztervező szakon, tehát igazándiból ők azok, akik megalkotják majd ezt a zseniális sárkányt, amit már megelőz egy olyan olyan sárkányváró időszak, egy hét, amikor a papok rétjén a tó mellett lesz egy fészek, egy sárkányfészek, ahol egy óriási nagy tojás lesz. És minden este oda a családok kikukkanthatnak, megtekinthetik a sárkánytojást, beleszagolhatnak a levegőbe, hiszen ez a tojás, ez ahogyan közeledik a napja ennek a Szárnyas Sárkány Fesztiválnak, úgy repedezik, füsttől, füst jön belőle. Mi arra is gondoltunk, hogy büdös is legyen ez a tojás, tehát legyen méltó a sárkánysághoz. És az is nagyon jó, ez a sárkány, azért ez egyben pozitív és egyben negatív, hiszen ezt a sárkányt már szeretnénk megmutatni a fesztivál felvonulásán, a nyitónapon, pénteken, amikor 12 gyönyörű szűzlány viszi a sárkányt, egész pontosabban a sárkány viszi a lányokat, hiszen elrabolta őket, és a város apraja nagyját pedig úgy próbáljuk bevonni ebbe a dologba, hogy már most egy felhívást tettünk közzé, amiben mindenkinek szűzlányokat is keresünk, azt már megszerveztük, de a kis sárkányokat, vagy mindenki, akinek van otthon a szekrény mélyén sárkányos jelmeze, jelentkezhet, és egy olyan szekeret készítünk, amit ők fognak húzni. Bízunk benne, hogy elbírják majd, tehát nem csak óvodások jönnek. Nekem is van egy sárkányjelmezem, sőt gondoltunk arra, hogy a férjeknek is megmondjuk, hogy lehet nevezni a feleségeket is. Tehát a felvonulásban már nagyon sok olyan esemény lesz, ami nem csak a szokásos gólyalábasok, csepürágók, dobosok, zajkeltők. Tehát egy kicsit új színt, új arculatot is kap ez a rendezvény. Egy pillanatra ellopom ezt a plakátot, hogy lessek, mert a többi témára félek, hogy nem lesz időnk. Nem feltétlen csak a sárkányokat lehet majd megtekinteni ezen a bizonyos Szárnyas Sárkány hetén, hanem rengeteg fellépő zenei produkció lesz. Itt lesz, azt mondja, hogy Szép Bence bűvész is, itt lesz a Tönköly zenekar, a Tűzfészek társulat, a Szélkiáltó együttes, Élőkép egyesület, Forrás Színház, tehát itt a civilek, a művészek mind-mind megmozdulnak. Egyért Nyírbátorért, de ha már zenéket is emlegettem, meg együtteseket, akkor muszáj említeni, hogy van egy ilyen tematikus rendezvény is Nyírbátorban, ami jubilál ráadásul. Így van, az 50. Nyírbátori Zenei Napok, ami tulajdonképpen egy óriási hagyomány előtt tiszteleg, hiszen az elmúlt években már nem mondhatjuk azt, hogy csak csupán komoly zenei koncerteket szervezünk, hanem mindenféle, ami zenével kapcsolatos is. Azt gondolom, hogy az egy nagyon pozitív visszajelzés, amikor a közértben azt mondják, hogy hát én még ennyi zenei napos rendezvényen nem vettem részt, mert nyilván egy picikét elkezdtük közelebb vinni az emberekhez. Korábban 50 évvel ezelőtt a református templom volt az egyetlen helyszín, most pedig Nyírbátor tel is tele van szebbnél szebb helyekkel, épületekkel, amelyek ki tudják szolgálni ezt a rendezvényt. Legyen ez a Bátori Várkastély udvara, például ahol a Goldies zenekarral egy borest lesz. Bízom benne, hogy az idő jó lesz is, és ott, ahogy borozgatunk, ilyen hard jazz band stílusú együttes jön. Vagy nyilván a nyitó napunk a július 30-a,
a lépcsőpiramis a helyszín, ami megint csak egy különleges hely lesz, ahol a swing, a jazz, a fúvósok, tehát igazán egy remek hangulat lesz. Tehát másnap ez a Goldies, ez a Borest. Aztán itt lesz az Experience legújabb produkciója, a Gyöngyhajú lány balladája, aki imádja az Omegát, 21 Omega slágerre épülő zseniális előadás lesz belőle, fantasztikus táncos látványa, táncos showval, és amire büszkék vagyunk, azt hiszem, hogy Nyírbátor is táncol közöttük, tehát a Vas Judit személyében, és Karamell és a Kodály filharmonikusok, igazán egy olyan párosítás, amiben reméljük, hogy kedvére teszünk azoknak, akik a mai modern zenét szeretik, illetve ragaszkodnak a filharmonikusokhoz. Lesz a Budapest Jazz Orchestra például, ez egy régi három éves hagyományunk, hogy vacsora este kötjük egybe a különleges hangulatú, mondjuk Budapest bár, vagy a múlt évben a Móricz Zsigmond Színház művésznői voltak jelen egy másik estel. Tehát a színházteremből egy előkelő éttermet varázsolunk, a színpadon pedig tehát a Budapest Jazz Orchestra. A záró koncertünkre tulajdonképpen augusztus 19-én, tisztelegve már a Szent István nap előtt is, akkor kerül sor, és itt pedig a miskolci filharmonikusok lesznek Pitti Katalinnal, Vezényel Gál Tamás. Azért mosolygok, mert nem néztél le a papírra, mindent fejből mondtál, azt mondtad, hogy Vivien, lehet, hogy szükségem lesz rá, de lehet, tényleg szervezőként mindent. Egy a lényeg, és akkor egy ilyen gyors összegzésként mondom a nézőknek, mert lejárt a műsoridőnk, hogy az 50. Nyírbátori zenei napok akkor július végétől augusztus 19-ig tartanak, a Szárnyas Sárkány hete pedig július 8-9-10, rengeteg színes programmal várja majd az érdeklődőket. Éva, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek ajánljuk a nyírbátori programokat, de hát itt a nyár, remélhetőleg ténylegesen a jó idő is utolér minket, most így az esősebb napok után, és rengeteg fesztivál, rengeteg rendezvény lesz a Volszatmár-Bereg megyében. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!